A sajtótájékoztatón Sátor Aljaújhely főjegyzője hangsúlyozta, hogy az MSZP helyi szervezete választási kampányában több olyan állítást fogalmazott meg, amelyek ellen nem csak a politikai ellenfelek, hanem a szakemberek is kifejezték tiltakozásukat. Nem igaz az az állítás, mely szerint 3,5 milliárd forint Sátor Aljaújhely jelenlegi adósága, s ez lakónként, választópolgáronként 220 ezer forintot jelent. A város adósságállománya nagyságrendileg kisebb annál, mint amit az MSZP állít, fogalmazott a főjegyző. Valószínű, hogy a nyilatkozó képviselőjelölt összetévesztette az adósságállományát az önkormányzatnak a vagyon növekedésével, mert az tény, hogy 3 milliárd 488 millió forinttal növekedett az önkormányzat vagyona az elmúlt 4 évben, de hangsúlyozom, az adósságállományunk, és ez visszamenőleges adósságállományról van szó, meg sem közelíti ezt az összeget. Fedorné dr. Fráter Zsófia hozzátette, hogy Sátor Aljaújhely önkormányzata jelentős összegeket fordított saját bevételből is a beruházásokra, hiszen a vagyonnövekedés is ezt mutatja. Amennyiben a képviselőjelölt úr saját politikai pártálláshoz tartozóktól, akik eddig képviselők voltak, információt kért volna, akkor valószínű, hogy nem hangzott volna el olyan adat, ami, mondom, megtévesztéti a választópolgárokat, megtéveszti mindazon embereket, akik Sátor Aljaújhely várossal kapcsolatosan érdeklődnek. Az MSZP nem csak az adósságállományról közölt téves adatokat választási kampányában, hanem a munkanélküliségről is tudtuk meg a főjegyzőtől. Ezzel kapcsolatban a Sátor Aljaújhelyi munkaügyi kirendeltség vezetője, Jurkó Gyula, arról tájékoztatta hírműsorunkat, hogy Sátor Aljaújhelyben nem igaz az, hogy több mint 20% a jelenlegi munkanélküliség, s hogy ez nő. Ezzel szemben a tény az, hogy 11,9% jelenleg a munkanélküliség, és ez nem nő, hanem csökken január óta.